És egyébként a munkám egyik legszebb része, hogy nagyon-nagyon-nagyon különleges dolgokat is láthatok. Ezt a háztetőt ajánlom figyelmetek. Ugye van, aki azt mondja, hogy zavarja, hogyha megjelenik a moha a cserépen. Hát nézzétek meg, itt az egészen megjelent a moha, és szerintem sokkal jobban néz ki, mint hogyha csak a sima kopott cserépszín lenne. És nem csak moha van, hanem páfrány is. Tehát egy teljes ökoszisztéma van ezen a tetőn. És hozzátenném, hogy tényleg rohadt jól néz ki. Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket ismét, ti a munkanapot látjátok. Ebben a részben szeretnék nektek bemutatni egy egészen egyszerű kis műveletet, abban az esetben, hogy elnök egy biztonsági szerep, hogy ezt hogyan kell kicserélni. Ezt fogjátok látni a videóban, illetve szeretnék néhány szót szólni a biztonsági szerepekről, tehát ez egy teljesen érdekes kis szerkezet. Ez vagy egy súly, vagy egy rugó feszítésével működő kis szerkezet, ide azt hiszem be is fogok vágni egy képet. Nos, hát így néz ki. Remélem, hogy jól fel lehetett ismerni. Ugye az egyik oldalról a víznyomás nyomja a rugót, a másik oldalról a rugó az ugye visszafeszít, és abban az esetben, hogyha a nyomás nagyobb lesz, mint a rugónak a feszítése, abban az esetben ez a biztonsági szerep kinyit, és a túlnyomást leengedi. Tehát ez a működési elve egy biztonsági szerepnek, ennyit érdemes róla tudni. Nos, akkor én azt mondom, hogy most szeretném megmutatni nektek, hogy ezt hogy is kell kicsérni. Egy gyönyörű gazánházba jártunk, ahol egy hatbáros biztonsági szerep adta meg magát, és folyt akkor is, hogyha nem kellett. Hát ezt fogom most kicsérni, és ezt fogom bemutatni. Kezdődjön a munkanaptól! No hát akkor eljött az idő arra, hogy egy kicsit szakmázzunk. Ez a biztonsági szerep, amit alul félcolos felül 3-1-es, ez elromlott. Ugyanis ez folyik, mint az őrült. Nem áll meg, valószínűleg valami kosz került alá. És ugye próbáltam egy egyszerű módszerre, hogy ezt így megnyitod, és így kattintasz rajta kettőt, tehát így forgatod. Hogyha csak sima kosz lenne alatt, akkor ennek ugye el kéne állni. Illetve a másik furcsaság, hogy ugye most el van zárva ez a szelep, de hogyha megnyitod, akkor ez így ugyanúgy látjátok, elkezd szépen jönni belőle a víz, tehát maga a biztonsági szelep egyfolytában nyitva van, és ez nem igazán van rendben. Na hát akkor ezt most szépen széjjelszedjük. Most megint nyitottam, ugye a nyomást leengedjük belőle, nem akarok zuhanyozni. Így van. Kezdjünk azzal, hogy ezt a bilincset ugye mindjárt kinyitjuk, hogy ezt a csövet ki tudjuk majd innen belőle szépen csavarni, és akkor szépen le kell ezt az egész vicket packot bontani innen, hogy így jó legyen. Így van, lassan már kiürült a nyomás is belőle helyes, utána tudjuk széjjelszedni. Oké, akkor essünk neki ennek a csodálatos munkának. És hogy teljesen tisztában legyek azzal, szükségünk van egy csillagfejű villáskulcsra, egy új szelepre, tömítőanyagra, illetve egy vízpumpa fogóra ehhez a munkához. Kezdjük a tarolással, és kezdjük azzal, hogy akkor ezt itt most szépen visszabontjuk. Na és akkor leszerelésre került a régi, most pedig itt a vadonatúj, amit gyorsan felrakunk. Mindjárt pászítjuk a menethez, úgy, né. És akkor miután ez megvan, utána azt a könnyökös darabot is szépen majd vissza kell rakni a helyére. Oké, innen már a fogóval jön. És hát elérkezett ugye az örömteli pillanat, ezt ugye meghúztuk egy fogóval. Ezt a kettőt, tehát ezt a könnyöket, illetve ezt a csődarabot, ami levezeti a túlnyomást, ezt pedig tulajdonképpen először kézzel húztuk meg, és utána a fogóval egy picit rásegítettünk. Ugyanis ezen a részen nem lesz nyomás soha a büdös életbe, tehát ez egy ilyen lefúvató vezetéknek hívjuk, ahol gyakorlatilag a túlnyomás el tud távozni, de ez ugye szabadban van itt, és itt így szépen abban a lefolyóban tud itt távozni. Egyébként így néz ki egy ilyen vízórás elosztó itt a németeknél, ott a fő vízóra, a fő elzárókkal,
az ott van lent az egyik, ami még a városi, ez meg már a mért szakaszon, ugye, így az egész, és hát igen, itt vannak a vízórák, tehát így ebben az épületben négy darab lakás van, mert ez, amit mi most foglalkoztunk, ez a melegvíznek a boiler feltöltő vízóra. Na, akkor nyissuk meg a csapot. Hogy imádom én az ilyet, ugye? Ez hülye német csap, ez így órákig lehet nyitni, mire kinyílik teljesen. Ki is nyílt, oké. Megfelelően nem folyik, ahogy annak lennie kell. Tehát a biztonsági szelep most már tökéletesen működik, és akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor nézzük, hogy mi volt a problémája. De mint látjátok, ez ott halára van vízkövesedve belülről, meg a rozsda, tehát így ezt a kis tányért, amit egy ilyen rugó szorít le, az gyakorlatilag alatta volt némi nemű kosz, és ezért enged, meg folyik, meg csöpög. Egyébként nem vagyok abban biztos, hogy ezt nem lehetett volna takarítani, tehát gondolom, hogyha ezt a felső rugós részt hogy leszedi az ember, és esetleg egy dörzsárral ezt így megpucolná, akkor lehet, hogy ebből még lehetne új szelep, de hát ez volt a legeslegegyszerűbb módszer arra, hogy ezt innen szépen kitakarítás helyett ugye cseréljük, és onnantól kezdve már tökéletesen végző feladatát. Itt pont azt néztem, hogy itt meg egy kis ilyen fatüzelésű kis kályhácska teszi a dolgát itt nagyon aranyosan. Na de nem is ezért jöttünk ide, hanem hogy ezt a biztonsági szerepet ugye kicseréljük, remélem elsője sikerült ügyesen bemutatni nektek, és így mindent megtudtatok, amit ennek a szerepcseréről szükséges tudni, és akkor most adom is vissza a szót a stúdiónak. Nos, hát ennyi lett volna ez a munka, nagyon remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket. Amennyiben igen, úgy kérlek dobjatok egy lájkot, és aki még nem tett, az iratkozzon fel, illetve szeretnék megkérni titeket arra, hogy ha lehet, akkor ajánljátok a csatornámat az ismerőseiteknek, barátaitoknak, hát hogyha van olyan ember, akit még érdekel, az ilyenfajta gépészeti szereléseknek a apró kis csínyabinja. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, ti a munkanaptót láttátok, találkozunk a következő részben, addig is, sziasztok!